Reggelt kívánok, köszöntöm az ATV nézőit, folytatjuk is a startot, és bár én egy picit mosolygok, azért a témánk nem lesz ennyire vidám, hiszen múlt héten csütörtökön volt egy lövöldözés Hamburgban, ahol egy 35 éves közgazdász, egy bizonyos Philip F., aki egyébként tanácsadónak adta ki magát, Jehova tanúi között lövöldözött, egyébként 8 halálos áldozata van a lövöldözésnek, köztük egyébként az elkövető is életét vesztette. Mutatunk önöknek egy térképet, ahol megjelöltük azt, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt nagyjából egy évben Németország területén belül hol és milyen típusú lövöldözések történtek. Ezek között azt is látjuk, hogy hányan sérültek meg, és hány halottja volt a támadásoknak. Ami talán a legérdekesebb, egyébként a támadások között nincsen összefüggés. Kivétel nélkül mindegyiket férfi követte el. Ezek között olyat is tanálunk, amikor egy bevásárlóközpontban egy férfi agyonlőtt egy nőt, ugye utána magával is végzett, vagy egy olyat, amikor egy általános iskola közelében egy idősebb férfi egy fiatalra lőtt, de bírósági végrehajtás kapcsán eljáró rendőröket is ért támadás, ahol egyébként szintén életét vesztette az a férfi, aki ellen egyébként elindították volna ezt a folyamatot, és nem engedte be a rendőröket az otthonába, és magával is végzett. Ezeket látjuk most. A mostani kérdés, hogy kiugró-e merényletnek számít-e, hiszen még jelenleg is nyomoz a rendőrség, vagy inkább egy gyilkosságról van szó. A témában Vég József kriminálpszichológust kérdezem. Jó reggelt kívánok! Köszöntöm. Mert hogyha azt halljuk, hogy vallási gyülekezetnél, vagy vallási témával kapcsolatosan történik egy gyilkosság, vagy egy merénylet, akkor ott azért sokszor felmerül az, hogy esetleg terrortámadásról volt-e szó, vagy egy nagyon magánindítatású támadás. Mit lehet tudni esetleg, vannak-e már fejlemények ezzel az üggyel kapcsolatban? Ez amennyiben lehet hinni a híreknek, én úgy emlékszem, hogy az jelent meg a sajtóban, hogy ennek a vallási közösségnek korábban tagja volt. Igen, amennyiben ez igaz, akkor egészen más a helyzet, és nem terrorcselekményről szól a történet feltétlenül, hanem kik közösíthették, vagy sérelmérett ebbe a vallási közösségben ezt a fiatal embert, és ennek következtében tulajdonképpen bosszúból, mint egy kivégezte azokat, akiket ő gondolt, hogy ez, akik miatt elszenvedett a sérelmet, és a végén úgy emlékszem a hírekben, hogy talán végzett magával. Ez így van, öngyilkos lett a merénylő, ezt legalábbis a rendőrség a Twitter oldalán közzé is tette, ahol egyébként, és itt most látunk a merényletről magáról egy felvételt, egy nem is olyan távoli lakóépületből az egyik lakó tudta azt rögzíteni, miután meghallotta az első dőrenéseket, hogy mi zajlik pontosan, nem túl tiszt ez a felvétel, itt már azt láttuk egyébként, csak mondom gyorsan a nézőinknek is, amikor behatolt az épületbe a rendőrség, és a merénylő felmenekült egyébként a magasabb szintek egyikére, és ott lőtte fülbe magát. Kérdés, hogy egy ilyen esetet akkor merényletnek, gyilkosságnak nevezhetünk, van-e erre fogalom, vagy egyszerűen egy hirtelen felindulásból elkövetett támadás, amikor az ember agya hát gyakorlatilag kikapcsol, vagy egy másik tudatállapotba kezd el működni, és olyan döntést hoz, hogy ez tűnik számára valamilyen oknál fogva mondjuk a legjobb megoldásnak. Azt gondolom, hogy feltétlenül nem volt normális, és nem volt beszámítható állapotban, amikor elkövette a cselekményét, és öngyilkossági szándékkal követte, tehát egyrészt megölni embereket, és a végén végezni magával. Bosszút állni ki egyetlen a számát, ez volt a küldetés, és semmi egyéb nem lehetett, azt gondolom. Tehát elborult ember, és mindenkinek a saját valóságélménye létezik. Amikor valakit szeparálnak, kizárnak egy közösségből, vagy nem fogadnak be egy közösségbe, teljesen egyedül él, ennek a megélése meglehetősen kellemetlen egy egyén számára, és nem csak pszichésen, hanem fizika fájdalmas, az ingerület, az agy fizika fájdalma egyik központjába fut be, és amikor fizika fájdalmat okoz az, ha valaki egyedül érzi magát, szeparáltan érzi magát. Viszont engedjen meg egy kérdést, nem mintha bárkit ebbe az irányba szeretnék terelni, vagy búzítani, de miért célja az ilyenkor annak az egyénnek és illetőnek, aki ilyen szeparáltan érzi magát, hogy másokkal is végezzen, másokat is megsértsen, bántsa, azon túlmenően, hogy ő egyébként egyedül érzi magát, és ebben keresi a helyét a világban, és mondom még egyszer, nem ebbe az irányba terelve a szándékoltságot, de nem az öngyilkosság, úgymond az egyetlen megoldás, hanem hogy másoknak is ártsak. Mi zajlik ilyenkor a fejekben? Azt történik ilyenkor, hogy valami nem megy neki, valami nem sikerül. Elkezd általánosítani nekem, általában nem sikerülnek a dolgaim. Egész hátra véletemre ki fog hatni, nem érdemes élni. De akik ezt a kárt okozták nekem, akik ezért tehetnek, vagy felülsek lehetnek, azokat is megölöm, kiegyenlítem a számlát, és a végén végzek magammal. Ami meg megint csak egy érdekes végeredmény a tekintetben, hogy ő úgyse fogja megtudni, hogy sikerült-e ezt a számlát kiegyenlítenie. Természetesen nem, de az elhatározás megszületett és végrehajtja a cselekményt. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy ilyenkor nem beszámítható állapotban
nem normális agya gondolkodva végrehajt egy indulati cselekményt. Azért nem nevezném indulatinak, mert akkor abban a pillanatban kellett volna, hogy fellobbanjon a láng benne, és tüzeljen, de ő vitt maga a fegyvert, tehát készült rá, tehát eltervezett volt a cselekmény. Nem tudom, mennyit tud az illetőről, vagy erről a konkrét ügyről, de ugye többször olyan információ is megjelent, hogy még abban sem lehetnek biztosak egyébként, hogy valódi például az adatlap, amit az imént láttunk róla, hogy ő amit állított magáról, hogy közgazdászként dolgozik, és tanácsadóknak adta ki magát, hogy akkor az egész élete, amit a külvilág felé kommunikált, az fel volt építve valamilyen álca mögé, és eleve egy megborult elméről lehet beszélni. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban információja, vagy ezzel ügyben még zajlik például a nyomozás, nem tudom, hogy az ügy szempontjából bármit számít az, hogy ez kiderül. Az információm nincs, de ha amennyiben felépítette a személyiségét, akkor akár valamilyen terrorszervezet is állhatna mögötte, de akkor bejelentkeztek volna már a hírérték miatt, hogy ők voltak, akik ezt a fiatalembert felkészítették és oda küldték. Ilyen esetben a nyomozás mit vizsgál a továbbiakban? A vizsgál nyilván az, hogy mi honnan származik, mi a küldetése, illetve hogy mi lehetett a motiváció, és mit lehet tenni azért, hogy megelőzzék a következő ilyen cselekményeket. A praxis alatt egyébként a tapasztalat az, hogy a megelőzés az hatásos, sikerül. Láttuk a térképen, folyamatosan hallunk ilyen támadásokról, tengeren túlról is rendszeresen, főleg ugye megrendítő, mikor ez iskoláskorúakat, óvodáskorúakat érint. Működhet-e ez a megelőzés egyáltalán? Azt gondolom, hogy igen, működhet, csak bizonyos értelemben a törvényszabályzást kéne átalakítani. Abban az értelemben, hogy másképp kezdem. Tehát van, amikor már szakszerűen a beavatkozás, de még nem jogszerű. Nem állnak fent a jogi feltételek annak, hogy beavatkozzunk egy ügyben. Volt erre Magyarországon is példa, amikor sikerült megelőzni 22 ember megölését. Tehát, lehet eredményes. Lehet eredményes, csak kell hozzá megfelelő szakember, meg bátorság. Volt itthon kezdeményezés politikai oldalról a tekintetben, hogy a fegyvertartási lehetőséget egy kicsit enyhítsék, és többen jussanak fegyverhez. Ez ön szerint jó irány? Nem befolyásolja a fegyverviselési lehetőség azt, hogy ki, mikor borul az elméje. Rövid és velős válasz volt. Vég József, köszönöm szépen. Ez a végszavon. Köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel. Most pedig érkezik hozzánk Szlazsa az online hírekkel.